Februárban eddig minden nap meghaladta a csúcshőmérséklet az ilyenkor szokásosat, vagyis a havi átlaghőmérséklet már magasabb, mint a januári. Ez is azt mutatja, hogy az évnek ezen időszakában már kifelé tartunk a télből. A Tiszató környékén is megpezsdült az élet. Voltak, akik az erős szél ellenére is hódoltak kedvenc hobbiuknak, a kerékpározásnak. Igaz, rendesen megküzdöttek a nehéz időjárási körülményekkel. Voltak olyan szakaszok, ahol iszonyatos szembeszél, illetve oldalszél volt, tehát voltak nehéz pillanatok, de különben nagyon jól éreztük magunkat. De ha a szelet nem számítjuk, teljesen hibátlan időjárás volt. A Tisza környékét bejárva motorosokkal is találkozott stábunk, akik elmondták, az időjárásra nem lehet panasz, egyedül az óriási szél, ami hátráltatta őket a nap során. Már alig várjuk, hogy itt eljöjjön a tavasz, és végre nyugodtan ki tudjunk jönni motorozni. Bár most is egy kicsit szeles azért, de még ez elfogadható. Tehát ez a plusz 8-10 fok már, ez az a határ, amikor már elővesszük a gépeket, és egy kicsit megmozgatjuk a nyáron. Szinte minden hónapban lejövünk. Mi debreceniek vagyunk, tehát nincs messze. Tehát leugrunk nyáron gyakrabban, mert akkor le tudunk jönni fürödni. Ilyenkor csak igazából élvezzük egy kicsit a napsütést. Sokan rendszeresen ellátogatnak a Tiszatóhoz, hiszen minden évszakban lenyűgöző látvány nyújt. Gyönyörűen süt a nap, és bár egy kicsit szeles az idő, de nagyon élvezhető és gyönyörű a táj. Örülünk neki, hogy süt a nap, viszont én még korainak tartom ezt a felmelegedést, úgyhogy még várathatott volna magára. Stábunk a forgatás idején olyan kirándulókkal is találkozott, akik kis kedvencüket hozták magukkal a Tiszatóhoz, hogy ők is részesei lehessenek a napsütésnek. Nagyon jó idő, isteni jó kijönni kirándulgatni. Mindenkinek ajánlom, ki kell jönni. Ha már nincs tél, akkor örüljünk a jó időnek. Mi Debrecenből jöttünk, úgyhogy szeretünk kijönni, itt jó kis kutyás helyek vannak, jó kis agilitis pályák, meg hát... Én úgy gondolom, hogy ez a Tiszató, ez mindenkinek kedvence. Az időjárási előrejelzések szerint a februári tavasz továbbra is kitart, aki teheti, használja ki.